Ferenc pápa a keresztények imáit kéri Afganisztánért. A budapesti és a szlovákiai pápa látogatásról. Egy papi hivatás története. Itt a római riportokban. Ferenc pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után hosszan beszélt az afganisztáni helyzetről. Imádkozott azokért, akik merénylet áldozatai lettek. Buongiorno. E partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suicidi avvenuti giovedì scorso e di coloro che cercano aiuto e protezione. A pápa a keresztények kötelességének nevezte, hogy imádkozzanak a krízis megoldásáért. Come cristiani, questa situazione ci impegna. Per questo rivolgo un appello a tutti a intensificare la preghiera e a praticare il digiuno. Preghiera, digiuno, preghiera e penitenza. Questo è il momento di farlo. A Venezuela nyugati részén tartó áradások következtében legalább 20-an vesztették életüket. Sono vicino alla popolazione dello stato venezuelano di Mérida, colpita nei giorni scorsi da inondazioni e frane. Prego per i defunti, i loro familiari e per quanti soffrono a causa di questa calamità. Ezek után a pápa külön köszöntötte a Laudato Si mozgalom tagjait, akik a pápa környezetvédelemről szóló enciklikájával foglalkoznak. A Nemzetközi Katolikus Törvényhozói Hálózat politikusai nevében Christoph Schönborn bíboros köszöntötte a pápát. Santo Padre, Szent Atya, örülünk, hogy itt lehetünk. Per noi tutti. A hálózat elnöke a csoport tevékenységéről beszélt. Ahhoz, hogy egy félelem nélküli világot építsünk az embernek, nem szabad félni. Ahhoz pedig, hogy egy igazságosabb világot építsünk, igaznak kell lenni. Ferenc pápa elnézést kért azért, hogy a találkozó alatt egészségügyi okok miatt végig ülve maradt. Arról beszélt a politikusoknak, hogy a vírus legyőzése mellett milyen feladataik vannak. Per affrontare le cause profonde che la crisi ha rivelato e amplificato. La povertà, la disuguaglianza sociale, la stessa disoccupazione e le mancanze di accesso all'educazione. Ferenc pápa a közjót szolgáló szabályozást kért a döntéshozóktól. Penso ad esempio alla piaga della pornografia minorile, allo sfruttamento dei dati personali, agli attacchi alle infrastrutture critiche come gli ospedali, alle falsità diffuse tramite i social e così via. A katolikus törvényhozók hálózata 2010-ben alakult meg Európában, és mára az egész világon elterjedt. Allegria! Allegria, hermanos! A Lázár Egyesület több mint 100 tagja várta énekelve a Szentatyát a 6. Pál teremben. A fennállásának 10 éves évfordulóját ünneplő francia szervezet célja, hogy lakást és munkát találjon a hajléktalanoknak, hogy újra a saját lábukra állhassanak. Az Egyesület szakemberei és a hajléktalanok egy fedél alatt élnek. Együtt élünk olyan lakóházakban, melyeket megosztunk olyan emberekkel, akik az utcán éltek, vagy nehéz időket éltek át. Ferenc pápa félretette az előre megírt beszédét, és spontán módon reagált a megosztott tapasztalatokra. Az ajtó hasonlatával szemléltette az ember kapcsolatát Istennel. La puerta es Dios.
La porte, c'est Dieu. Entonces, mi relación con la puerta, ¿cuál es? La relación con la puerta, ¿c'est laquelle? Me apropio la puerta para mí y no dejo entrar a nadie. Je m'approprie de la porte et je ne laisse rentrer personne. O tengo miedo de golpear la puerta. Tengo miedo. J'ai peur de frapper. Où est-ce que j'ai peur de frapper à la porte? O espero sin golpear que alguno me la abra. Ezek után a pápa megköszönte a Lázár Egyesület tagjainak, hogy ajtót nyitnak másoknak. Végül egyenként köszöntötte a jelenlévőket. Az Egyesület ma már jelen van Belgiumban, Spanyolországban és Mexikóban is. Ferenc pápa a 6. pálteremben tartotta meg az általános kihallgatást, amely során folytatta katekézisét Szent Pál apostol Galatákhoz írt leveléről. A mostani alkalommal a Pál apostol által használt képmutatásra reflektált. In un ambiente dove le relazioni interpersonali sono vissute all'insegna del formalismo, si diffonde facilmente il virus dell'ipocrisia. Quel sorriso così, no? Che non viene dal cuore. A pápa rámutatott arra, hogy sok helyzetben könnyen válunk képmutatóvá. Spesso si nasconde nel luogo di lavoro, dove si cerca di apparire amici con i colleghi, mentre la competizione porta a colpirle alle spalle. È particolarmente detestabile l'ipocrisia nella Chiesa. E purtroppo esiste l'ipocrisia nella Chiesa. E ci sono tanti cristiani e tanti ministri ipocriti. Ferenc pápa arra buzdított, hogy ne féljünk igazat mondani. Hozzátette, a képmutató képtelen az igazi szeretetre. A pápa a paralimpiai sportolókhoz is szólt az általános kihallgatás során. Invio il mio saluto agli atleti e li ringrazio perché offrono a tutti una testimonianza di speranza e di coraggio. Egli infatti manifestano come l'impegno sportivo aiuti a superare difficoltà apparentemente insormontabili. Katekézise után köszöntötte a sportolókat is, köztük Gianluca Palazzit, a Vatikán első kerekesszékes kosárlabdázóját. Az Atletica Vaticana 2019-ben lett a Vatikán első hivatalos sportegyesülete, amelynek tagjai a Vatikán alkalmazottai vagy állampolgárai. Ferenc pápa magyarországi és szlovákiai útjának első állomáshelye a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus helyszíne lesz. Magyarország államelnöke Áder János hívta meg őt a budapesti kongresszusra, ahol az államelnök maga is tanúságtevő lesz. A köztársasági elnök hívta meg a pápát. Ő is katolikus, és tanúságot fog tenni a kongresszus alatt, nem csak köztársasági elnökként, hanem katolikus férként és édesapaként is. A kongresszus nyitó szentmiséjén több ezer gyerek járult első áldozáshoz. A másik fontos momentum a záró szentmise, amelyet Ferenc pápa celebrál a Hősök terén. A végén egy szentmise lesz a parlament előtt. Ezután az eukarisztiát gyertyafény kíséretében átvisszük a Hősök terére, ahol másnap, vasárnap lesz a záró szentmise, az úgynevezett Stáció Orbis. A kongresszus előkészítéseként egy olyan sütőversenyt is hirdettek, ahol csak a Bibliában szereplő alapanyagokat lehetett felhasználni, mint például füge, datolja, pisztácia és olívaolaj. A süteményeket az első áldozó gyermekek, valamint a kongresszust megelőző szeretett lakoma szegényei kapták meg.
Ez az első alkalom, hogy Ferenc pápa Magyarországra látogat. Erdő Péter bíboros mellett 13 másik bíboros is részt vett a kongresszuson, akik arról számoltak be, hogy mit jelentett az ő életükben az eukarisztia. A bíborosok a hét folyamán tartottak tanúságtételeket. Gérald Lacroix bíboros, a kanadai Quebec érseke eredetileg grafikus volt, és azután döntött a papság mellett, hogy egy dél-amerikai útja során szegények közé került Kolumbiában. A myanmari Charles Mong Bo bíboros a februári katonai puccs után elítélte a rendőrségi brutalitást, és békés tárgyalásra és kiengesztelődésre szólított fel mindenkit. Dominik Duka bíboros, Prága érseke a kommunista diktatúra idején titokban lett domonkos szerzetes. Az állam bebörtönözte, miután egy teológiai kurzust tartott. John Onayeken bíboros arról beszélt, hogyan sikerült az extrémisták támadásait Nigériában arra használni, hogy erősebbé tegye a keresztények és muszlimok közötti kapcsolatot. Andrew Yamsu Yang bíboros volt az első olyan koreai katolikus püspök, aki beléphetett Észak-Koreába. A venezuelai Baltazar Porras bíboros beszédének témája az életszentség, a világi hívők elhivatottsága volt. Luis Rafael Sacco bíboros Kaldi pátriárka arról beszélt, hogy mit jelentett az eukarisztia az üldözött iraki keresztényeknek. Oswald Gracias bíboros pedig az indiai katolikusok nevében szólalt fel. Orani Joao Tempesta bíborosnak személyes élményei vannak a brazíliai utcai erőszakról. Angelo Bagnasco és Jean-Claude Hollerich bíboros pedig Európa hitéről tartott előadást. Jelen volt Josip Bozanic bíboros Zágrábból, Michael Fitzgerald bíboros, az iszlám egyik legjobb szakértője, valamint Robert Sara bíboros, az istentiszteleti kongregáció korábbi prefektusa. A Budapesten rendezett Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szeptember 12-i zárómiséjét követően Ferenc pápa három szlovákiai városba látogat. Pozsonyba és Kassára, az ország latin szertartású katolikusainak székhelyeire, valamint Eperjesre, a bizánci vagy görög rítusú egyház központjába. Pozsonyban diplomatákkal találkozik az elnöki palota aranytermében és szerzetesi közösségekkel a Szent Márton székesegyházban. Részt vesz egy ökumenikus találkozón is a szlovákiai luteránus egyház képviselőivel, valamint találkozik Terézanya kongregációjának tagjaival. Hajléktalan embereket gondoznak, családokról is gondoskodnak, anyákról és gyermekeikről. Sok rászoruló embernek segítenek itt Pozsonyban, a fővárosban. Ez a karitatív tevékenység nagyon szép területe, amit a Szent Atya látni szeretne. Pozsonyban a zsidó közösséggel is találkozni fog a haltéren, ami jelenleg a II. Világháborúban megölt zsidó emberek emlékhelye. Ezen a helyen régebben a zsinagóga állt, amit leromboltak. A kommunista rezsim alatt szétrombolták. Így most ez az emlékhelyünk van, ami nem csak a zsinagógára, hanem a II. Világháború alatt történt tragédiára is emlékeztet. Ezt követően Ferenc pápa Eperjesre utazik, ahol aranyszájú Szent János bizánci liturgiát celebrál. Majd ismét visszatér Kassára, ahol fiatalokkal találkozik a Lokomotíva stadionban. A sok diszkriminációt szenvedett roma közösséget is meglátogatja Kassán a Lunix kerületben. Ebben a kerületben a szaléziánusoknak van egy nagyon szép projektje. Hosszú évek óta jelen vannak a városrészben, spirituális és karitatív munkát is végeznek. A Szent Atya kifejezte, hogy meg szeretné látogatni ezt a helyet. Egy különleges alkalom keretében találkozik velük. Közvetlenül ezután Kassa központjába utazik, hogy a fiatalokkal találkozzon. Háromnapos látogatását egy szentmisével fejezi be az egyházfő a sasvári hétfájdalmú szűzanyáról elnevezett nemzeti kegyhelyen szeptember 15-én. Minden évben zarándokok sokasága keresi fel ezt a szent helyet. Guido Marini a pápa mellett volt a liturgikus ünnepségeken, mind Rómában, mind külföldi útjain.
Emlékezetes, ahogyan a legutóbbi konklávé kezdete előtt bejelentette, hogy a résztvevő bíborosok lehetnek jelen. Extra omnes. 14 év után már nem Guido Marini lesz a pápa ceremónia mestere. Ferenc pápa az észak-olaszországi Tortona püspökévé nevezte ki. 16. Benedek pápa 2007-ben hívta őt a Vatikánba, hogy koordinálja a pápai liturgiákat és szavatolja a zökkenőmentességüket. Voltak azonban váratlan események is. 2011-ben a madridi ifjúsági világtalálkozón tartott vérrasztáson például nagy vihar kerekedett. Ez természetesen teljesen váratlanul ért minket, és gyorsan kellett döntenünk. Különleges pillanat volt, tele isteni gondviseléssel. A pápa úgy döntött, hogy marad, és ez közelebb hozta őt az összes résztvevő fiatalhoz. Guido Marini közel 14 évig volt a pápai liturgikus ünnepségek mestere, és a liturgia vezető szakértőjeként tartják számon. Most új feladat várja a szülőhelyéhez, Genovához közel. Ferenc pápa kinevezte az átfogó emberi fejlődés előmozdításának dikasztériuma új titkárát. A dikasztérium a szegénység, a gazdaság, a környezetvédelem és a migráció kérdéseivel foglalkozik, mostantól Alessandra Smerilli nővér koordinálásával. Ebben a világjárványban mindannyian egy hajóba nevezünk. Ha ezt nem értjük meg, akkor nem fogjuk túlélni a világjárványt. Vegyük például a vakcinákat. Ha az oltóanyagok nem jutnak el a világ minden részébe, akkor nem fogjuk túlélni ezt a helyzetet. Quindi è inutile pensare prima ai propri cittadini e poi agli altri. Alessandra Smerilli nővér két ember helyére érkezett. Az egyikük Bruno Marie Dufay atya, aki júliusig volt a dikasztérium titkára. A francia papa nemzetközi együttműködés és a szociális etika szakértője. 70. születésnapja után tért vissza Lyonba. A migránsok nem elsősorban migránsok, hanem emberek, személyek, mozgásban lévő személyek, migrációban lévő személyek, személyes történelemmel, személyes emlékekkel, földdel és méltósággal. A másik személy, akinek helyét Alessandra Smerilli nővér átveszi, Augusto Zampini atya, aki a közgazdaságtan és a környezeti etika szakértője. Ő is elhagyja Rómát. Dufay és Zampini atya a Vatikáni COVID-19 bizottságból is távoznak. Ferenc pápa azért hozta létre a bizottságot, hogy segítsen a világjárványt követő újjáépítésben. A két papot Alessandra Smerilli nővér és Fabio Baggio atya váltja, aki a dikasztérium migránsok és menekültek szekcióját koordinálja. Ezek az első nagy döntések a dikasztériumban azóta, hogy Blaise Kubics bíboros a pápa kérésére nyáron meglátogatta a hivatalt. Louis Peláez atya mindössze 17 éves volt, amikor a madridi ifjúsági világtalálkozón önkénteskedett. 10 évvel később Madrid déli részén vezet egy plébániát és börtönlelkész is egyben. Meghatározó esemény volt a 16. Benedek pápa által vezetett imavirrasztás. A pápa úgy határozott, hogy a vihar ellenére sem távozik. Óriási vihar zúdult ránk. Az emelvény, ahol a toledói monstrancia volt kitéve, és ahol a pápa is beszélt, úgy tűnt, hogy darabjaira fog szétesni, mert minden repült a szélben. Emlékszem, hogy a pápa azt mondta, hogy a hitünk erősebb a szélnél. Engem azok a szavak mélyen érintettek. Az erős hívás ellenére nem volt könnyű igent mondani a papi hivatásra. Az ifjúsági világtalálkozó élménye mélyen belém ivódott, de el akartam rejteni. Más utat akartam járni. Ugyan nagy erőfeszítéssel elkezdtem a tanulmányaimat, de egészen váratlanul meggondoltam magam. Még fél évet sem töltött el a távközlési mérnöki karon. Hamarosan az Alcalá de Henares papi szeminárium rektoránál találta magát egy hivatástisztázó beszélgetésen. Sok dolog volt, ami a papság felé vitte. Plébánosának példája, ahogyan az embereket szolgálta,
Hittan csoportja támogatása, de az ifjúsági világtalálkozó volt a döntő pillanat. Funcionó para encender la mecha. A pápa szavai olyan útmutatást adtak, amelyet Luis atya minden nap elismétel. Tökéletesen emlékszem, ahogy a pápa azt mondta nekünk. Semmi mással ne elégedjetek meg, csak az igazsággal és a szeretettel. És arra is emlékszem, ahogy két barátommal, akikkel közelültünk a pápához, térdre ereszkedtünk. Ez az ifjúsági világtalálkozó 10 évvel ezelőtt zajlott Madridban. A következő 2023-ban lesz Portugáliában. Lux Pihár minnesotai katolikus zenész, férj és családapa. Megtalálta, hogyan harmonizálja a hitét, a zenét és a családját az életében. I don't believe we met by chance. I can see the work of his hands. Somehow I just know we'll find a way. A Szerelmes dalok és altatók című klipjének szereplői felesége és egyik kislánya. Ha az Úr mindkettő felé vonz, akkor azt is megmutatja, hogyan kell priorizálni, hogy mindkettő jól működjön, ha mindkettőnek meg kell lennie. És nagyon jól látni azt, ahogy az Úr alakítja ezt számunkra, ha hagyjuk, hogy cselekedjen. Luk dalai a személyes imából nőttek ki, különösen a megpróbáltatások idején. Sok zene született szükségből, személyes szükségletből, mert ez megnyugtatott, békét hozott, főként, amikor kusza volt minden. Olyan jó lenne, ha mások is megtapasztalnák azt a nyugalmat, amit én a zene közben átélek. Luke legutóbbi lemeze, a Vigasz, olyan himnuszok gyűjteménye, amelyek segítettek neki, hogy túljusson a nehézségeken, így a Covid-járványon is. Még a bizonytalanságban és a küzdelemben is tudunk választani. Választhatjuk azt, hogy Isten dicsérjük. És választhatjuk azt, hogy feltekintünk rá. És van, amikor csak ennyit tehetünk. Ez akarat dolga. Választás, mert az érzés nincs ott, de attól dönthetek úgy, hogy azt mondom. A bizonytalanság közepén, Uram, hozzád fordulok, vagy hiszem, hogy terved van. Luke attól fogva, hogy megírta első dalát, mindenben Isten tervét követi, és reméli, hogy másokat is inspirál ebben. Következő adásunkban Wyszynski bíboros boldoggá avatásának előkészületei itt a Római Riportokban.